A Csabai Csabán az igazi szlogennel immár 23. alkalommal rendezik meg a Csabai Kolbász Fesztivált. Az október 24 és 27-e közötti rendezvény célja a megyeszékhely, valamint a környező települések nevezetességeinek megismertetése. Hégely Sándor a négy napos esemény főszervezője elmondta, az elkészülő összes kolbász körbeérné Békés Csabát. Az idei fesztivál újdonsága, hogy az ifjúsági versenyt a nagyszámú jelentkezés miatt két napon bonyolítják le korosztályok szerint. A felépülő sátorváros 15 ezer négyzetmétert foglal magába, összesen 40 ezer négyzetméteren zajlik a rendezvény. A két nagy sátor egyenként 4 ezer négyzetméteres, és a harmadik legnagyobb sátorban a mezőgazdasági élelmiszeripari kiállítást és vásárt rendezik meg. A fesztivál programjai között lesz többek között disznóvágás bemutató. Be akarjuk mutatni azt, hogy is élünk itt Békés Csabán, hogyan történtek annak idején ezek az események, hogyan dolgozták fel a sertést. Csak ennek megvan a hagyományos módja, van egy kolbászklubunk, ahol a kolbászkészítő mesterek, hentes mesterek nagyon-nagyon jól tudják és tovább tudják adni ezeket a hagyományokat az ideérkezőknek, a nézőknek, vagy akár a gyerekeknek. Ezzel fantasztikus koncertjeink lesznek esténként, gyerekeknek készülünk rengeteg programmal, vasárnapi napon kimondottan a családokról szól minden. Hégely Sándor elmondta, a vendégek 60%-a 100 kilométernél távolabbról érkezik. A négy napos eseményen megjelenő több mint 100 ezer ember egytizede a világ távolabbi pontjáról érkezik Békés Csabára. A fesztiválon töltött káposzta készítő verseny is lesz, amely egyre népszerűbb a vendégek körében. Méltán most már az egyik legnépszerűbb része a fesztiválnak. Olyan nagyra nőtt, hogy akár már egy külön fesztivált is megérdemelne, de azért mi itt vasárnaponként nagyon jól érezzük magunkat. Cigányzene szokott szólni, 40-50 csapat készít töltött káposztát, amire azt gondolnánk, hogy minden töltött káposzta egyforma, de azt úgy kell képzelni, hogy ezek a bográcsba készült káposzták, ebből a 40-50-ből mindegyik különböző és mindegyik fantasztikus. Hát így, körülbelül így nézünk ki. Az idei Csabai Kolbász Fesztiválon többek között fellép a Magna Cum Laude, a Halott Pénz, valamint a Bagosi Brothers Company.